körözős gátversennyel kezdtünk. Subasio rá tudott duplázni legutóbbi sikerére, Avoiding Water-t verte, Pannonforce DL a harmadik. Itt az 1000 méteres Potási János emlékverseny handicap, amit Fabrizia nyert meg, ott középen figyeljék őt Gönczi Rebekával, Princess Park lett a második, Gainer Boy pedig a harmadik. Aztán jött a folytatás, méghozzá nemzetközi amatőrverseny képében. Valdesco volt a favorit, Mayer Cynthiával meg is oldott ezt a feladatát. Flower of Paradise, illetve Aduász a két helyezett. A Connolly's Red Mills alagi díjat Géza nyerte meg küzdelemben, Flying Archangel-t verve, Exakt lett a harmadik, Géza lovasa Georgiev. A Raskal Handicapben tört meg Szibéria nyeretlen szériája, végvezetve tudott hazaérni József Parigál, az elprofesszor istáló három évese. Málcezin a második, Pókelever a harmadik. Az Ostinato Handicap 2200 méterén Hermione tudott diadalmaskodni Momir Madihival, második lett Halahala, harmadik pedig Regina. Jött a Millenumi díj, és két olyanló, akit nem láttunk még a Kincsen Parkban. Végül az osztrák tréningből futó Matt Machine a legjobb francia lovasával, Pierre Bazirral. A Bárdosi György emlékverseny handicapet másodosztályban 1600 méterre Wolf of Wall Street nyerte meg Stanislav Georgievvel, Expect No Mercy és Pur Conquerir előtt. És akkor az utolsó futam, az Erzsébet királyné díj volt, melyet tehát ráadást tudott megnyerni Georgievvel, mögötte Vámpádi Bokka és Resirem a második és a harmadik.